Sziasztok! Én Márton vagyok, és ebben a mai videóban itt vagyunk az újabb Run of Wrestling-es videóval, az újabb HCV-s móddal fogunk szépen játszani. Ugye ott hagytuk abban, hogy romba dölt az egész, vagy nem az egész, de hogy egy nagy része a véres embernek a kárgya. Ez biztos, hogy két ó, na mindegy. Szóval, Peti lesérült. Nem is akármennyi időre. Tehát oké, hogy BT vissza fog tudni térni, de viszont Peti 8 és 12 hónap között lesérült itt ebben a jobban. Egyébként ezt a játékot én csináltam, úgyhogy ki tudjátok próbálni, a leírás ott lesz hozzá a link. Itt a Journey of Wrestling-en belül, ugye ezt a HCV-s módot én csináltam. Ugye mióta én ugye update-oltam már a játékot nagyon sokszor, de nincs itt Ken Pyro sem pedig hogy is hívják, ki nincs itt Ken Pyro, mert Moza Roland, igen, Moza Roland nincs itt. Nem tudom miért hagytam őket ki, de ugye ez még a játéknak az első verziója, ezért így sorry ezért, hogyha tényleg ja, hogy tényleg így, hogy tényleg így ez van. És akkor azon, hogy van egy Szalai Zoltánunk, akinek nincs akkor meccse, de viszont van egy Returnal Baiting. Úgyhogy mindenképpen lesz egy olyan szépen mai Undergroundon, hogy BT visszatér. Surprise Return. Ez az. Ezt fogjuk szépen nyomni. Nem tudom, hogy milyen feudok vannak. Igen, még fut a Svédberg BT. Úgyhogy szerintem én nem azzal mennék tovább, hanem nem tudom, a Svédberg van-e megkezdve feudja. Várj, ezt még hadd nézzem meg. Igen, van megkezdve feudja, úgyhogy igazából én erre annyit tudnék mondani, hogy jó. View company feuds, és ott endelni fogjuk. Schwedber BT-t. Ez az. Solo feudról ne legyen, mert úgy sem. Ez igazából csak egy ilyen kis promó lesz Szalaitól. Ez így main eventben, ez így nagyobb, nem? Jó, és akkor most már kezdhetjük a normál bukkolást gyakorlatilag. Úgyhogy készhatunk már alapból így elszállt. Szerintem ti még nem, de ők már pont a fight tízáltak. Jó, akkor semmi gond, akkor demon. Ez, na ez működik. Archer Hősantal, az mondjuk pénz. Nem tudom, ti mit csináljátok? Antal támadja meg a backstage-ben. Ő az már volt. Már volt egy Antal megtámad. Akkor promo ambush is. Nem, az nem volt nagyon jó. Akkor igazából azt így benyomjuk. Jokic, Zafar. Promo battle lesz kettőjük között. Arrows, ó, oh, itt tele leszünk szegmensekkel, gyerekek, ajjaj. Jó, nem baj, igazság szerint akkor Szalai Zoli nem lesz. Nem lesz, és akkor még ezt az Arrows gulyás shake cuccot megcsináljuk, hogy ők fight 10, nem tudom mennyire fog működni, nem működhet. De az biztos, hogy egy singlesünk lesz. BT squasholjon le valakit, mondjuk ilyen Maokai, ez így jó. Surprise return, BT tudsz. Itt promo ambush, fight 10. Inkább ezzel zárjon is akkor. Ez az, és akkor szerintem így ez így jó. Na igen, Danny Rocks, Mons Svédberg. Demon title shot, nagyon jó lett a szegmens. Ennek örülünk. Itt most verekedést
tízel, szóval, ha van jó magyarul. Verekedés. Úgy tesz a csúnya gonosz heel Arrows of Hunger, mint hogyha belemennének egy verekedésbe, de utána kihátrálnak, mert ők a csúnya gonosz heelek, gyakorlatilag így tudnám ezt jól leírni. BT, nagyon jó visszatérés, oh my god, ten burg. BT abba, azon nyomba, megismeri Antal, Maokai. Archer Antal, promo ambush, anti, megtámadja Archert. Promo Metal, Zephyr Djokic. Djokic. Nagyon jó volt az is. Jó, okés, okéka, okéka. Jörli... Gólap. Gólap is van. Minden van. Mert itt el fogjuk kezdeni a Zafi BT, nem Zafi, Szalai Zafi BT-t, hogy akkor ők így fognak majd megmérkőzni. Hát... Várjál! View... Titles... Ezt így akkor le fogjuk szedni P-Torderről. A Vatatóni fogjuk a HCW Heavyweight bajnoki övet. Vakkont lesz, és majd akkor a véres webberről a BT Szalai Zazi lesz az a meccs, ahol ugye... Azt fog eldölni, hogy... Ó, és a iratkódása lett. Súly... Sever. Sever. Helyik még komoly 105 helyünk van a rosteren. Na várjál, Google... Fordító... Ó, pont eddom a Severe. Súlyos, ja, szigorú súlyos. Vacate. Igen, ezt szeretném vakkantolni. Ötlenbe kerül, oké. Okay. Zoltán, BT feud. Promo battle. Add the feud. Hát nem deathmatchot, hanem most így, tehát hogy... Érted, hogy mi a baj itt? Na mindegy, legyen ez. Az a simán disrespect. És akkor ja. És akkor ennyi, ez így fog megindulni ez a cucc. Ti tízelitek a fightot, tehát, ja? Ti... Svédben nem fogja termelni majd Roxot, a backstage-ben. Arrows, Gulyás, hát nem olyan jó a feud, úgyhogy szerintem... az már volt. Igazából mindjárt véres, tudom, mert hogy egy kontrakt. Signing. Tristan Hős. Fuhály, de még mit lehetne? Fight. Egy sima fight. És akkor még van három helyünk. Mi szólnátok hozzá, hogy itt ilyen képzelet béli tornament lenne, tehát itt most BT-n meg fog nyerni egy mérkőzést, Szalai is fog nyerni egy mérkőzést, mondjuk Maokai ellen. Jó, az title az még rá is mehet, még igazából hogy Szalaival fog nyerni, és akkor promo battle az lesz a mai event. Aha, ehhez mi szóltok? Csak mondjuk így. És akkor még valami baszott meg, mert csak a main eventre. Bár mondjuk ez így lehet, ami nem. Mert ez lesz a main event, amikor a BT. De nem, ne, de nem izé van. Ja de. Az úgy pont jó volt. Mert Zafi BT más, ez még lesz, hogy maga ez Szala, és akkor ők ketten nyertek. Tehát akkor, ja. Mert még nem Maokát kéne tenni, hanem mondjuk Mavericket, csak mondjuk Maverick nem túl over. Akkor mindjárt megoldjuk ezt is, jéj.
Vagy egy jó tripletszetet kéne? Nem, ne, igazából a fiút az jobb. Megoldás lenne szerintem. És akkor így... Fight 10. Zafi tízeli a fightot. A Maverick. Győzelem, na! Megint kezd over lenni Maverick. Jó, eznek örülünk. Fight, Anti és Tristan, BT, Zofi, BT with the win. Rox, Schwedberg backstage attack, tehát Schwedberg megtámadja Roxot hátulról a backstage-ben. Contract signing, a gulyásék, vágják bele a cuccos Azeroszt az asztalba. Itt pedig Zoltán nyer. Majd promo battle BT és Zoltán között, és az kurva jó lett. Na, ezt már szeretem. És akkor itt lesz most egy szalai BT. A heavyweight övért. Ráadásul... szerintem erre nincs olyan egy sztoria. És ez még nem is lesz blowfall-ba, de nem rakunk rá stipulációt, de nem majd lesz folytatása szerintem. Igen, hát ugye ők biztosan lesznek, és ők is biztosan lesznek. Ó, ez nagyon jó feud egyenlőre. De én inkább így pakolnám gyakorlatilag. Meg még van ez is. Én így tudnám ezt elképzelni, hogy ez így jó lenne. Szerintem erre nyomhatnánk egy gimmicket, egy mondjuk egy ilyen chairs meccset, mert miért lehet egy chairs mérkőzés, de és erre fogjuk a big tucat, egy I quit-et fogunk erre rakni. És akkor így lesz ez. Így lesz, szerintem megtalál egy tables, ha megyen. Vagy mondjuk, ha B, az nem jó. Akkor erre adunk egy blowfot. Erre is. Kivéve arra, ugye? Már az még folytatódni fog. És akkor erre szerintem stipulálsz. Lionel talán. Na mindegy, nem kell rá. De szerintem a gulyásékra kéne valami. Egy jó leather, az jó. És akkor egy bloody. Én nagyon bloody leszem az ember. Triple threat, Maokai lesz itt majd a győztes. Szerintem ezt így ilyen pozícióba lehetne rakni. Legyen még egy tag team match, Pretty Team Williams. Jó, itt a Williams ezt behúzza valószínűleg. Bár nem egyenlőre, hanem mondjuk. Kazakov tényleg, ha már így itt van, akkor már így használhatnánk. Hát... ezért bennem egy triple threat lesz. Vagy mondjuk egy fatal four way. Lehet? Lehetséges, hogy ez mind jobb lenne. Hát, ha figyelj, jó. Megnézzük, hogy működni fog-e. Ide még összehozunk egy ilyen cuccot még, nem openerbe azért, hanem mondjuk így oda. Meg még Dice-ot is azért bukkoljuk. Nem tudom, ki ellen lenne érdemes. Rufus Dice. Mondjuk az nem jó openerbe. Hát inkább a szem. Vagy esetleg azt megcsinálni, hogy akkor Kazakov kontra Maokai match és Maverick Nitro Dice triple threat. És akkor az lesz az openerünk, és akkor így. Így lesz az így jó. Jó, kész vagyunk a VN-re. Mehet is?
Vérfember, Bloody November, de ez nem két tó, szerintem csak egy, nem? Nem tudom pontosan, jó, mindegy. Majd valaki írja le kommentekbe, az cseh. Iván Kezekov, Siberian Aggressor kontra Maokai. Kezekovin. El fogunk menni tovább. Play match. Na. Milyen lett a... Oh, oké, okay, average. Average lett a gimmick. Oké. Okay. Oké. Okay. Oké. Okay. Anti-French Revolution. Anti-overem. Szerintem neki még jobbat tenne ez. Így is van. Iva Kolaszki, Orsi, most Orsi nyerjen. Maverick, Szabó Tamás, Nighthawk, Chris Dice, Maverick, győz. Rox, Schwedberg. Úgyis 4 hónapja bajnak, úgyhogy most már jön Rox is. Eros of Hungary, Gulyás, Tesók. Itt pedig, ha már a 10 hónapos regnálás után az Eros of Hungary a mérkőzés győztese. Jokic, Zafar. Szerintem Zafarral szerintem jobb lenne megnyeretni, mert ugye bár mondjuk ez attól függ, hogy ki fogunk bajnoknak tenni a főmeccsbe, úgyhogy nem tudom. Nem tudom, hogy az őszintén megmondjam. Nem tudom. Legyen Jokic egyébként, ja, így. HCW Heavyweight, BT, Szalai Zozi, Szalai Zoltán eddig azt mondva, valamilyen Face of the Company lesz, nem tudom, hogy hónap múlva, hogy én Szalai Zoltánra fogom rakni az övet. Match contract bónuszt is kaptam, és úristen, mit csinál a meccs? 3, 4, 5 és egy negyed csillag, ugyanolyan lett, mint ez az elúzgulyás. Ez szuper lett. 4,5 csillagos show, ugye ezek a kezdeti mérkőzések húzták egy picike szerintem le. Jó, a Kazakovnak a szibériai agresszor gimmickje average lett. Oké, okay. Annak örülünk. 8-as a reputációm, nézd már. Oké, okay, ka. Win and don't lose. Ó, ez még itt is tartott. Ó, az baj. Akkor most már azért nem 100%-os. Available Indies, és Archernek nagyon-nagyon csökkent a morálja. Hát srácok, akkor innen fogjuk folytatni majd ezt a sorozatot. Ha tetszett a videó, akkor mindenképpen nyomjatok rá egy like-ot és iratkozzatok fel, valamint csatlakozzatok a Discord szerverünkhöz, és akkor biztosan értesülni fogtok a legújabb tartalmakról, illetve felteltitek a kérdéseiteket a kérdéses csatszobában, valamint részt vehettek szavazásokon is, link a leírásban. Szóval még egyszer köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok, hello, hello!